Makranci Zalán vagyok, nemrég az egyik gyermekem feltette azt a kérdést, hogy mi dolgunk van a világban. És aztán ebből jött az ötlet, hogy megkérdezzem azokat, akik számomra fontosak, hogy ők hogyan vélekednek erről a kérdésről. Ajánlom őket szeretettel. Ha valaki idáig eljutott a videók között, akkor tudhatja, hogy már csak egy emberrel nem beszélgettem a szűk családból. Most azzal az emberrel fogok beszélgetni, akit az ország csak úgy ismer, hogy a tanár úr, Szinetár Miklós, az apósom, Papika. Itt ülünk egy újabb kávé mellett. Na, és akkor a kérdés továbbra is az, Papika, hogy tudod-e te, hogy neked per pillanat mi dolgod a világban? Hát per pillanat más a dolgom, mint ezelőtt 10 évvel, vagy 20 évvel, vagy 50 évvel, akkor más és mást fogalmaztam meg magamnak. Hát most tulajdonképpen az a dolgom, hát nagyon durván fogalmazom, hogy ne hűljek el, ez az öregkori demencia ne kapjon el, hogy megőrizzem az úgynevezett szellemi frissességemet. Tehát, hogy hát ameddig vagyok, addig emberi életet tudjak élni, gondolkozni tudjak, sőt, hát még dolgozom és dolgozni tudjak. Most lehet, meg hát a fizikai létemet, hogy fenntartsam. Pillanatnyilag ez a dolgom a világban. Most lehet, hogy egy buta kérdést teszek föl, hogy, és hogy miért van szükség arra, hogy te fenntartsd mind szellemileg, mind fizikailag magad? Ez egy jó kérdés, tulajdonképpen semmi értelme nincs, hát nekem magamnak van értelme, hogy ne érezzem magam szörnyen, meg ne, a fene tudja. Hát persze volna még dolgom a világban, volna még mondandóm a kultúráról, a politikáról, az operáról, a világról. De hát, hogy ezeket már elmondjam el, meg az én koromban ez még hiteles-e, hát ezt már a fene tudja. Na és a kérdés ezzel felelve, hát hogy dönteni tudjak erről, ezért lenne jó nem elhűlni. Most akkor egy kicsit személyesebbet kérdezve, hogy mondjuk ez az a része, amit mondjuk szakmai résznek nevezünk. Igen. Engem a magánemberi oldala is érdekelne, hogy úgy érzed, hogy vannak még lezáratlan ügyeid magadban, és mondjuk azokat le kell zárni, vagy amik eddig veled történtek, azt te pontosan tudod a helyén kezelni, egyáltalán le kell lezárni ezeket a történeteket, amik az emberrel mondjuk így élete során megtörténtek, vagy ez előbb-utóbb úgy is lezáródik? Nem, én egy nagyon szerencsés ember vagyok, nagyon jó, és mondhatom, hogy sikeres életem volt, nincs semmi olyan, ami lezárandó. Ha újra kezdeném, nagyjából ugyanígy csinálnám. Nem, nekem ilyen problémám nincsen, szóval nincs olyan nagy végső elszámolni valóm, nincs különösebb. Meg van végső megoldani valóm, és mondani valóim vannak a világ számára. Én még ma is tele vagyok tervekkel. Ezt akarom csinálni, amazt akarom csinálni, ide akarok utazni, ezt akarom megrendezni, ezt akarom megérni, egyfelől. Másfelől örök tanúságul éneklem mindig hozzá a Koldus Operából, amit a Píkok énekel, hogy csak tervez mindent meg, a terv az jó dolog, de tervezd rögtön újra meg, mert menni úgy se fog. Most ez egy alap dolog. Értem. Jó, hát akkor neked a hosszú és rövid távú terveid között, ha jól értem, akkor a mozgásban maradás szerepel. Hát nézd, vannak feladataim. Ugye most október 21-én lesz egy nagy lisztest az Erkel Színházból, mint én konferálok, vezetek végig, arra fel kell készülni, filmemből kivágni a részleteket. Akkor hát megbíztak azzal, és nagyon megtisztelő, hogy a István a királyból rendezek egy operát, ez az jövő júniusban van feladatom, plusz a Zeneakadémián tanítani kezdek megint ősztől, aminek lesz egy bemutatója, az a dolgom van. Meg végül is szeretném megírni azt a bizonyos könyvet is, meg szeretnék még elutazni ide, meg elutazni oda. Csodálatos. Szóval ilyenekkel tele vagyok. De hát az én koromban holnap bármi egészségügyi olyan dolog bekövetkezhet, hát ez ellen is igyekszem védekezni. Egyébként az összes ilyen munkát te akkor tulajdonképpen azért is vállalod be, mert ez is segít neked a szellemi frissességedet megtartani? Bizonyos értelemben.
Az, hogy a Zeneakadémián tanítok, fölkértek rá, és tavaly tanítottam, és nagyon élveztem, mert rendkívül tehetséges gyerekeket taníthatok, sokat tanulok tőlük, úgyhogy ez nagyon jó. Az István a király arra engem fölkértek. Én attól bevallom, egy kicsit féltem, mert hát a Kerényi Imre, a Szikora János, az Alföldi Robert, ők kiváló előadásokat csináltak egy rockoperából, aminek úgy volt sikere. Úgyhogy én ezt eredetileg nem nagyon vállaltam, de hát nagyon megtisztelő módon a szerzők, meg a producer, meg a színház ragaszkodott hozzám. Tessék? Meg mi is dolgoztunk rajta, igen, hogy legyen kedved hozzá. Igen, úgyhogy... Aztán most fejest ugrottam bele, és bevallom, ahogy dolgozok rajta, nagyon sokat dolgozok, gondolkozom, egyre több kedvem van hozzá. Hát meglátom, ez is van, meg el akarok utazni még Ausztriába, meg Spanyolországba, meg még Dubajba, és akkor, de ehhez hát valamilyen értelemben kell egy szerencse, hogy a fizikumomat megőrizzem, kell egy kis munka, torna, úszás, szóval van programom. És hát közben, mindeközben vitathatatlan, hát ez a könyvem, hogy nagyon sok gondolatom és mondandom van a világról, ahogy működik, ahogy én látom. Persze nem vagyok benne biztos, hogy ez közérdekű. Továbbá, hogyha én ezt közre adnám, akkor az, hát elfogadnák egy tőlem. Egyébként ezt már többször észrevettem nálad, hogy mindig, amikor elkezded mondani, mondjuk ilyen-olyan terveid vannak, például írsz egy könyvet, akkor mindig hozzáteszed a végén, hogy de nem tudom, hogy ez érdekelne másokat. Ez tulajdonképpen egyfajta kishitűség. Nem, ez akkorral jár. Nem, semmi, soha nem volt bennem kishitűség. Mindig hittem, hogy amit mondok, az érdekel, és ez vissza is igazolta. Hát, ha úgymond fellépek és beszélek, akkor általában sikerem van. Nem, csak a korom miatt érzem azt, hogy hát ha valamit mondok, akkor azt mondják, hogy hát jó, ez a vény hülye, már mi ketten ad itt nekünk elő. Szóval csak a korom miatt, Gábor, többi nem. Mi az a belső motor, ami téged arra ösztönöz, hogy ezen folyamatosan gondolkodj ilyen dolgokon, és hogy ezt átad másoknak? Hát ez egy ilyen... hogy mondjam, valami furcsa belső kényszer, mindig érdekelt a világ, mint olyan. Mindig érdekelt a világ, mint olyan. Most is borzasztóan érdekel, azzal a megkötéssel, hogy rögtön hozzá kell tenni, hogy ahogy öregszem, egyre jobban tudatában vagyok, és ezt mindig is tudatában voltam. De ez jó lenne, ha az emberek többségében meg lenne. A saját totális jelentéktelenségemnek. Szóval annak én teljesen a tudatában vagyok, hogy valami elmondhatatlanul pirinyok porszemek vagyunk mindnyájan. Értem, de közben meg abból, ahogy indult a beszélgetés is, azt mondtad, hogy a világot nem lehet megváltani így egy szemében, de hát tulajdonképpen abból, amit most te elmondtál, kicsit olyan, hogy nem lehet megváltani, de mégis mindig próbálkozni kell. Folyton javítani kell. Én voltak elképzeléseim, meg a rendezéseimben a világon erről arról, de közben nagyon fontosnak tartottam mindig, hogy én jól érezzem magam, továbbá akikkel együtt vagyok, azok is mindig jól érezzék magukat. Lehet legyen az társulat, család, barátok, vagy a nagyobb, és amit elmondtam, az azért van, mert örülnék neki, ha a világ egy kicsit jobban érezné magát. Papika, egy dolgot el tudok neked mondani, hogy szerintem téged az ország háromnegyede ismer, ebből mondjuk az ország fele, az már találkozott vele. Nem, az ország fele találkozott vele, az ország negyede a tanítványod, és eddig én még embertől csak azt hallottam, amikor te szóba kerültél, hogy jaj Istenem, a tanár úrral, de jó együtt lenni. Tehát tulajdonképpen azt, amit te mondtál, hogy mit szeretnél elérni, azt te teljesen megvalósítottad. Hát tehát veled mindenki szeret együtt lenni. Én úgy éreztem, hogy ez a dolgom a világban.
De még egyszer mondom, hogy miközben én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottam, és mindig ebben, közben állandóan, és egyre inkább, hogy öregszem, folyton tudatában vagyok a saját, meg mindjárt totális jelentéktelenségének. Értem. Másik egy utolsó kérdés, hogy lehet úgy forradalmat csinálni és változást csinálni, hogy az ember mindenki kedveli? Vagy csak úgy lehet? Hát ezt, erre én már nem tudok felelni. Fiatalabb koromban azt hittem, hogy igen. Azt gondoltam, hogy igen, és nagyon sokszor csináltam. De borzasztóan fontos, hogy ez a két, hát ugye állítólag azt mondják, hogy 7 évente kicserélődünk, az összes sejtjeink, minden úgy. Én biztosan ugyanaz az ember vagyok, mint voltam ezelőtt 50 évvel, és bizonyos, hogy egészen más vagyok. Mások az ideám, mások a tapasztalataim, és mindenki így van ezzel. Tehát tulajdonképpen, amikor egy embert faggatsz, akkor mindig a pillanatnyi állapotáról beszélsz vele. Persze. Én a pillanatnyi állapotomban azt tudom mondani, hogy meggyőződésem szerint lehet úgy forradalmat csinálni, hogy azért nagyjából, mert mindig csak nagyjából, mert ezt ugye szoktam mondani ezeket az arányokat, az arányok. Tehát hogy legyen meg a 80%, nagyjából a dolog működjön, ez lehetséges. A 23 éves Szinetár Miklós fogadná a mostani Szinetár Miklós köszönés, vagy köszöntését? Biztos, nem, mindent vállalok. 23, fordítva a kérdés, hogy én vállalom, mert 23 éves korom azért sok hülyeséget is mondtam, mai szemmel nézve, de... De akkor érvényes volt, amikor mondtad, nem? Hát van egy gyönyörű mondás, amit mindig idézek, hát egyáltalán a Madás tragédiája, nekem a szerelmem egy remek darab, sokkal jobb, mint amennyire becsülik. Abban van az a mondás, hogy a Lucifer az Ádámtól kérdi, hogy na jó, de hát mindenféle hülyeségért lelkesített, mert azt mondja az Ádám, hogy igen, de akkor lelkesített. Ez egy nagyon fontos mondat, hogy az élet az egy nagy hic et nunc, itt és most. És hogy mondjam, nézd végig az embereket, nézd végig a magyar történéseket, a magyar közszereplőket. Hát mindenki óriásikat változott a történelem a folyamán. Másik kérdés az, hogy ezeket a változásokat vállalja-e, és azt mondja, hogy igen, vagy pedig egyszerűen pofátlanul elfelejti. Ez egy nagy, nagy különbség. Igen. Nem tudom, valahogy nekem, hogyha úgy az életemre gondolok, akkor nekem ez mindig is egy fontos nézőpont volt, hogy én most csak 40 évesen a 18 éves Zolánhoz tudok viszonyítani, hogy ő fogadná a köszöntésemet, de hogy szerintem ez egy ilyen alapvető inger az emberben, hogy így próbálja magát összepárosítani, és hogyha már hogy a fiatalabbkori önmagával. És hogyha ez nincs meg, vagy legalábbis nálam alapvető inger, de hogy mondod, tulajdonképpen... Nem, én össze tudom párosítani. Hogy mondjam, mindenkinek az életében vannak olyan pontok, amiket szégyel. De nekem ezek nem olyan nagy, például rettentően szégyelem, hogy... Hát az önmagamnak nem tudom megbocsájtani. Ezek, de hát hogy mondjam, erre mondom, hogy ez legyen a legnagyobb bajom, hogy 956-ban nyáron és télen is Párizsban voltam francia rokonaimnál, akik velem nagyon jól eltartottak, még a tengerpartra is levittek, és ezek szegény emberek voltak, szóval nadrág vasaló Szabó volt az egyik, és ilyen. És akkor valamikor 59-60-ban Pestre látogattak, szállodában laktak, és akkor én elmentem értük, mert én vittem ki őket a repülőhöz, és hát adták a szállodai számlát, és mondtam a bácsinak, hogy itt van a számla. Mire rám nézett, azt mondja, hogy micsoda? És mire a felesége rászólt, hát számla, hát a számla ki. És akkor kifizette. Egy életen átszégyeltem magam után, hogy nem jutott eszembe, hogy ezután, hogy ők... Na, vannak ilyen, igen, ilyen dolgaim, de nagy olyan, amiért azt kéne mondanom, hogy jaj, semmi nincs. Hát, te vagy a világ egyik legszerencsésebb embere, azt kell, hogy mondjam. Én nagyon. Én úgy is fogom fel az életemet,
mindig szoktam erre is hivatkozni, hogy a Szabó Pistának, a filmrendezőnek a producere, egy Brauner nevű berlini pasas, és egyszer kim voltam, és találkoztam vele, meg minden nagyon kedves volt, még szó volt valami tervről, még ebédelni is elvitt, és akkor egy délelőttet ott töltöttem az irodájába. És mindig jött egy film, készített elő egy filmet, mondtam, maradjak nyugodtan ott, egy nagy producer volt, és jöttek a különböző részlegek, és az egyik mondta, hogy hát a világításban ez kéne, azt kell, a másik ez kéne, az minden. És ő mindig egyet mondott, hogy end summe, végösszeg. De a rész, végösszeg. Most nekem a végösszegem nagyon jó. Tökéletes végszó. Köszönöm szépen.